Most pedig egy nagyon különleges kiállítást fogunk bemutatni önöknek. Láss csodát lélekkel címmel nyílt meg ez a tárlat Tatabányán, a Tulipános Házban. Samu Zsolt író-alkotó kiállításáról beszélünk, és nagyon izgalmas az ő története, mert egy halál közeli élmény után írta meg a könyvét, és alkotta meg azokat a festményeket, amiket most mi bemutatunk önöknek. Kiállítás ezzel a képpel indul, aminek a neve világ természettudatosság. Ez a kép az ember természettudatosságára mutat rá, és megmutatja azt, hogy sokkal mélyebben összekapcsolódunk a természettel, mint azt gondoljuk és hisszük. Egy halálélmény után olyan tapasztalásokon estem át, melyekről úgy vélem, hogy az embereknek tudnia kell, hogy nem csak ez a valóság, amit fizikailag érzékelünk, hanem van ennél sokkal több. Úgy gondolom, hogy ez a kiállítás nagyon jó szolgálja azt, hogy az emberek képekben, színekben, formákban és léleklátással képesek legyenek ezt érzékelni és látni. A megvalósításhoz tanultam kvantumfizikát, tanultam biológiát, atomkutatást tanultam, űrkutatást tanultam, és festészetet. Mindezt egybe kellett hozni, ami nagyon hosszadalmas és fáradtságos munka volt, azért, hogy meg lehessen nyilvánítani az anyagban azt, ami nem látható, az anyagon túlít. Ez a kép a mennyei kupolát ábrázolja, arra emlékeztet minket, amit már talán korábban láttunk, és előtte állva a függőleges dimenzióba fordít minket, úgy érezzük, hogy fölfelé kell néznünk. Itt az isteni szeretet és szerelem nyilvánul meg, amely által az ember szívében és lelkében kibontakozik mindaz, amire vágyakozik. Ebből készítettünk látogatói kártyát azért, hogy mindenkivel ott lehessen és magával vihessen. Tapasztalásokat leírtam egy könyvben, melyet szeretettel azok számára bocsátottam, akik hasonló élményeket éltek át, vagy spirituális tapasztalásokon estek át, és ezek a képek megnyilvánítják mindazt, amit én megéltem. Érdeklődés van külföldről, remélhetőleg Japánban, Svájcban és Németországban is ki lesznek állítva ezek a képek. Úgy vélem, hogy aki megtapasztalhatta az igazságot, megérthette, mi a valóság, az az egész életét ennek szánja, és ebben a szellemiségben telik minden napja. És ez a kiállítás is pontosan ezért készült el, hogy az emberek lássanak csodát lélekkel, eljön erre a kiállításra, és szán rá megfelelő időt, az úgy fog elmenni, hogy megérti, mi az élet, megbékél a világgal, megismeri, mi az a szeretet, és megérti, milyen az, amikor Isten tapasztaljuk.